a mellett. Na, egyet belőtt, ezt is. Hogy a taszít a tiésen, mit lehet? Ezúttal Gudjonszon lövését fogta ki. Jó pad, és jó befejezés, Gulyás! De nagy labdát kapottunk. Hagyja, Petterson. Mikler pedig kint kalandozott itt a kispadnál. Mikler! Lékai. Gól! 26-20. Nagy Kornél. Szép. Ember hátrányban. Így teljesen egyértelmű, hogy az akarattal, a motivációval semmiféle gond nincs. Zubai! Minusz 6. 32-26, tehát a végeredmény. Következik a magyar-német összecsapás. Egy olyan találkozó, amely ezúttal valóban kiérdemli a sorsdöntő jelzőt. Ugye kikapni semmiképpen nem szabad, az igazi az lenne, ha legalább 5 góllal nyernénk. Beszélünk majd erről a számítással is egy picit később. A matematikai esélyünk még egy döntetlen esetén is megmaradna, de az már nagyon-nagyon vékony jég lehet. Szóval verjük meg a németeket, aztán a többit majd meglátjuk. Három kimaradt zicser, meg egy hetes. Megint ilyes munkában. Landorf lövését sikerült sáncolni. Iváncsi Gergő, Grecki utoléri. Iváncsi gól! 8-8! És 12-10 a félidő vége. Mocsai, Perez, szép. Iváncsi Gergő! És ez milyen szép! És az indítás! Iváncsi Tamás! Gól! Klein egy ütközés, és ebből sincs gól! Egészen brilliáns, ami Fazekas művel! És betudta tenni Zubaira! Hetes! És már pedig gólt szerzünk! Szép! Iváncsik Tamás! Iváncsik Tamás! Gól! 27-24! Nem is akarunk már támadni! Vége! 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 27-25-ös magyar siker! Mehet a körtánc, fiúk! Mocsai Lajos pedig fogadhatja a gratulációkat.
Hát ez valami egészen elképesztő drámai csata volt.